Idén Töttösön rendezték meg a Szajki Fogadj el Alapítvány fogyatékosok napközi otthonának jótékonysági estjét. Az alapítvány egyre több szállal kötődik Töttöshöz, így többek között a Schneider család által, akiknek egyik gyermekük hosszú évek óta az intézmény egyik ikonikus alakja. És hogy idén miért épp Töttös a helyszín, ennek részleteibe avat be minket a főszervező. Az az igazság, hogy felmerült bennünk, hogy változtatni kéne, tehát hogyha 3 évente valami újat tudnánk bedobni, és amikor Enikő felvetette, hogy változtatásra lenne szükség, persze ő nem erre gondolt, akkor nekem jött egy nagy gondolat a fejembe, és arra gondoltam, hogy mi lenne, ha Töttösön tartanánk meg ezt a rendezvényt. Ugyanis a Szajkiak már hosszú évek óta teljes bevetéssel minden rendezvényen képviseltetik magukat, és úgy gondolom, hogy ezt a feladatot, ezt most egy kicsit átvállaltuk. Úgy Marikától, az alapítványtól, meg a Szajkiaktól. Tehát én úgy képzeltem el ezt az egészet, hogy most az a sok Szajki, aki annyi sok jót tett már ezért az alapítványért, és ide beleértve a gyerekemet is, hogy valamit visszaadunk nekik. Tehát, hogy egyszer leüljenek és nyugodtan végignézzék azt a műsort, hogy ne kelljen értünk szaladgálni, hanem egyszerűen csak leülni és jól érezni magukat. Eddig is tudtam, hogy jók az emberek, de ez a bál az, amire mi nem kértünk támogatást, ahol a támogató keresett meg minket. Ez az a bál az, ahol mi nem kerestük rá az emberek kerestek meg minket. Ez az a bál az, ami ugyan nem Szajkon van, és mégis egy új helyen, egy olyan sikerrel mondhatom úgy most már a műsor után zárult, hogy 200 embert mozgattunk meg, és most ezúton szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Tehát nem emelnék ki személy szerint senkit. De nagyon hálás vagyok, és hogyha most az érzéseimet szavakkal tudnám foglalni, amit nem tudok, egyszerűen csak annyit szeretnék mindenkinek mondani, aki támogatta ezt a rendezvényt bármi módon, aki el tudott jönni, nem tudott eljönni, de támogatta, és aki segítette, hogy nagyon szépen köszönjük. Az est gála műsoráról az intézmény lakói és meghívott vendégek gondoskodtak, íme egy kis ízelítő mindebből. Ami lényeges, az a szemnek láthatatlan, az igazságot átérzi a lelkünk, de te is tudod, hogy kimondhatatlan. Az alapítvány alapítója, a kuratórium elnöke és az intézmény vezetője osztják meg gondolataikat a jól sikerült alapítványi est kapcsán. Kicsit előbb értesültem a rendezvényről, mint amikor láttam a meghívót, de nagyon örültem, hogy egy másik helyszínnel, és különösen annak, hogy szülői kezdeményezésre történt az idei adakozó jótékonysági bálunk, és Töttösre most már ugye több minden is köt bennünket, hiszen a Teó és a párja az alapítványnak adományozta az ingatlanukat, és volt már egy jótékonysági koncert is az adventi időben, úgyhogy már nagyon hazajárunk ide Töttösre. Sokan jöttek el, és ha lehet azt mondani, ez olyan, mint egy nagy család, és ha már összejön egy nagy család, akkor ez mindenképpen egy ünnep. Igen, tényleg úgy működik ez az alapítvány, mint egy nagy család a hétköznapokban is, és most az ünnepekben is egyre inkább. És nagyon-nagyon élveztem a műsort végig, változatos volt, de mindig a legmegindítóbb számomra az az üzenet, ami a mi gondozottainktól érkezik, mert hogy egyrészt nagyon készülnek rá, és nekik nagyon fontos, hogy minden úgy sikerüljön, ahogy ők erre készültek, és amikor ez teljesül, akkor és megtapsolják őket, annyi öröm van bennük is, szülőkben is, meg bennünk is, akik itt voltunk, és örülhetünk nekik. Hát különösen érdekes volt a country tánc, country együttes tánca. Őket még nem láttuk, de a Szajki Alapítvány rendezvényén már voltak, és fergeteges hangulatot tudnak varázsolni mindig a teremben, a közösségben, ahol fellépnek.
És hát Iváncsics Tamásnak is nagyon örültem. Nagyon régen hallottam néhány rock operáját, és örülök, hogy elfogadta a felkérést, és eljött erre az ünnepségre, és igazán nagyon szépen énekelt. Egy alapítványnál a legfontosabb, hogy legyenek támogatói, évről évre rendhábilis legyen az alapítvány tevékenysége. Sikerül ezt az egyensúlyt fenntartani? Hát sikerül, igen. Ez a több lábon állás eredménye, mert azért az adományok és a normatíva, amiből működni tud az alapítvány, ez hozzájárulnak a szülők is, és az alapítványban készült termékek vására az, ami még bevételi forrást hoz. Úgyhogy hát tavaly sikerült lecserélni a mikrobuszunkat. Ez egy nagy előrelépés volt, mert az már egy régi jármű volt, és a fenntartása igazán költséges is. Úgyhogy minden évben sikerül azért nem csak a működtetésre összeszedni forrásokat, hanem fejlesztésre is, épületfelújításra, fejlesztésre. Szóval egy kicsit mindig sikerül tovább lépni is, úgyhogy nincsenek egyelőre fenntartási gondjai az alapítványnak, hál' Istennek. A lakóotthon, illetve a szociális lakhatás kérdése az, amire nagyon kellene forrás, de hát ez sajnos kicsivel több, mint amit egy adományból, vagy néhány adománygyűjtőbálból be lehet. Ehhez egy kis állami támogatás is fontos lenne, illetve pályázati forrás. Leszállt az este, és rátört a félelem. Sírt a bárány, jaj, mi lesz vele? És nagyon nagy örömmel éltük meg ezt a napunkat is. Ez a jótékonysági rendezvényünk több szempontból is nagyon, nagyon jó. Annál is inkább, mert egyik gondozottunk szülei vállalták ennek az estének a megszervezését. A másik pedig kötődésünk is van Töttöshöz, ugyanis egy évvel ezelőtt ajándékba kaptunk egy ingatlant, és megfordulunk itt Töttösön, és nagyon jó érzésű emberekre találtunk itt. Mondhatni, most már kezd az intézmény térségévé válni, az intézmény által. Igen, igen, igyekszünk bekapcsolódni itt a környék minden napjaiba. Szajkot nem tudjuk elfelejteni, nem is szeretnénk, hisz ott a mi gyökereink ott vannak, de igen, Töttösön is nagyon jól érezzük magunkat. Mai nap a felhőtlen szórakozásról szólna, és arról, hogy kapcsolatokat építsen tovább az intézmény. Egy ilyen este ilyenre is használható? Igen, nagyon-nagyon sok olyan vendégünk van, aki már ugyan korábbról ismeri az alapítványt, de ugye a kapcsolatok azok egymás emberek, egymás közötti kapcsolatain épülnek, bővülnek, úgyhogy igen, ebben nagyon-nagyon nagy végletek vannak. Köszönöm, minden egyes forint, minden egyes adakozás óriási dolog, kiváltképp, hogyha valaki szívesen adja, már pedig az alapítvány életében csak ilyenekről beszélhetünk, szívesen felajánlott adakozásokról. Igen, igen, és ezt valóban érezzük, egész a szervezés ideje alatt is érezzük, hisz a telefonok sokasága jutott el hozzánk, és jó érzésű emberek adták adományaikat, nem is véletlenül van az, hogy tulajdonképpen a mottója is az lett a mai jótékonysági rendezvényünknek, hogy ki szívét osztja szét. Tehát ez az esemény, ez erről szól. Szokásos éves jótékonysági rendezvényünk helyszíne most nem Szajk, hanem Töttös. Ez többszörösen öröm. Egy az, hogy nem nekünk kellett a rendezvényt megszervezni, ugye ez egy nagy ajándék és könnyebbség. Örömmel tesszük, de hogyha vannak vállalkozó szülők, az kétszeresen öröm, mert
nekik öröm, hogy megtehetik, nekünk meg öröm, hogy helyettünk teszik. Az elmúlt évben számos olyan esemény volt, rendezvény, ami össze is forrt a település életével, és hiszen 1000 éves volt Szajk. Ez a nyitott kapu valóban nyitott kapu volt, ott élte szinte le a település a nagy ünnepét. Igen, örömünkre van, hogyha tudunk mi is pluszt adni, plusz nyújtani a falunak. Én úgy gondolom, hogy a mi portánk az egy nagyon szép, ápolt, nagy területű, úgyhogy nagyon örültünk, hogy be tudtuk fogadni ezt a programot is. Majd körbenézünk, akkor látunk helyieket, és szinte a térségből rengeteg ismert közéleti személyiséget, olyanokat, akik mindig is és a jövőben is kívánják támogatni ezt az alapítványt. Jó eső érzést tudni, hogy ilyen nagy ez a háló? Természetes, nagyon nagy öröm mindig régi arcokat látni, öröm új arcokat is látni. És én úgy gondolom, hogy már van egy olyan múltunk, hogy aki kíséri az életünket, és úgy gondolja, hogy ez támogatásra szorul, támogatásra érdemes, az általában itt van. Gratulálunk a Schneider családnak a kiváló szervezéshez, Töttös pedig jelesre vizsgázott a házigazda szerepében. Sok sikert az alapítványnak, valósítsák meg évek óta dédelgetett álmukat, mégpedig a bentlakásos intézmény. Az otthonlakóknak pedig vidámságot és mosolyt az arcukra, mert így lesz kerek a világ.